AMD Super 100. Több, mint 100 oktán ereje. Hordozható DVD szettet a Formax Kft-től. 7 szolos beépített színes képernyő, Dolby Stereo hang és még sok más extra. 5 készülék tudása egyetlen hordozható formában. Hawking Cinema a Formax Kft-től. Tökéletes univerzális társ az utazáshoz. Viszont eladóknak is. A Rallymania stábját a Travelland utaztatja. www.travelland.hu. A Nokian abroncsok biztonsága komoly lökést adhat a különleges izgalmak keresése felé vezető úton. Forgalmazó a Marsó Kft. O Partners, a sportmarketing. Citroën személy és haszongépjármű limitált szériák, most határtalan kedvezményekkel. Citroën, a stílus útján. Iratkozzon fel! Küldje el a Rally hívószót a 0690 635 972-es telefonszámra, és 30 napon keresztül elsőként értesülhet a Magyar Rally Világ eredményeiről és érdekességeiről. A szolgáltatás díja, mely a T-Mobile és a Pannon hálózataiból érhető el, 400 forint plusz áfa. A Hertz a világ első számú autókölcsönzője, légkondicionált, automataváltós, közép- és nagy kategóriás autókat kínál. Közvetlen ingajárattal a reptér melletti irodában bérelt autója azonnal rendelkezésére áll. Törzsutas kártyára akár 25% kedvezményt is kaphat. Jó utat kíván a Hertz! www.használtautó.com. Több ezer autó és ön is ingyen hirdethet. www.használtautó.com. Érdekli az autósport? Olvassa a Képes Autósport magazint, és érdekelni fogja. Kulisszatitkok, versenybeszámolók, versenyautók testközelből, a rallytól a Forma 1-ig. Mindez a Képes Autósportban. Ezt látnia kell. Kapható az újságárusoknál és a benzinkutakon. Képes Autósport. Az Autósport magazin. Tahográfot gyorsan és precízen a Good Brother Kft-től. Műhelyünk az OMH kijelölt laboratóriumaként foglalkozik tahográfok forgalmazásával és minősítésével a fővárostól néhány kilométerre, Gödön. Találkozzunk a kötelező felülvizsgálatokon is. Tahográfot a Good Brother Kft-től. Marsó Kft. Gumiabroncs kereskedelem felsőfokon. Köszöntöm a Sport 1 nézőit, önök a Rallymániát látják benne a Budapest Rally összefoglalójával. Ígérem, remekül fognak szórakozni, hiszen a Budapest Rallyra egy volt jellemző. Izgalom, izgalom, izgalom. Jó szórakozást! A Budapest Rally a hazai mezőny több külföldi pilótával is gyarapodott. Benik mögött a cseh bajnokság második helyezettje, Karelt Meni is a VRC armádát gyarapította, bár a dobogós helyek sorsába a magyar pályákon nem szólhatott bele. Az élen ezúttal a hazai terepen újra szárnyakat kapó Túri Tamás kezdett a leggyorsabban. A Skoda Octaviával a gyengébb murvás futamokat felettetve sikerült rögtön megtalálni a kedvező aszfaltos beállításokat. Ebbe bíztam is, hogy az aszfaltok azok jobban fognak sikerülni, mint a murvák, de... Remélem, hogy így is lesz a végéig. Új ruhád van. Így van. Most avatjuk fel. Úgyhogy ez az első versenye. Jó meleg. Jól áll. Jól áll, de jó meleg. Melegebb, mint az előző volt. Rendben volt minden az autóval is, velünk is, úgyhogy pontosan próbáltunk menni. Az ideink azok jók voltak. Túri Tamás természetesen nem maradt vetélytársak nélkül, míg a mátrai pályákon sem. A bajnokságban vezető Benik Balázs szinte azonos idővel ért Mátra Szent Imrére,
és rajta kívül további három pilóta futott 5 másodpercen belüli időt. Egy új márka is felbukkant a Mátra keresztesi rajtnál, bár a bemutatkozás nem sikerült túl jól. Michna Otto Hyundai WRC-je nem kapta el a rajtot. Sőt, még hosszú másodpercekig nem sikerült életet lehelni az indító motorba. A problémát a kuplung okozta, majd az ALS lekapcsolásakor Michna véletlenül az AC pumpát is kiiktatta. Nagy nehezen sikerült elhagyni a rajtvonalat, de a pályán Otto végig birkózott a kormánnyal. Egy alkalommal még az árkot is megjárta, ahonnan a nézők tették vissza az útra a gépet. A verseny leggyorsabb kiesője Dornai Tibor lett, aki 300 métert teljesített az első pályából. Valami ketté törhetett a hajtásba, úgyhogy amikor elindultunk fölfele, akkor olyan érzés volt, mintha csúszna a kuplunk. Visszavettem egy kicsit a tempóból, hogy hát ha kuplunk hűljön, de ott egy két kanyarral följebb muszáj volt megállni, mert annyira füstölt már a motortér, hogy féltünk tőle, hogy felgyullad. Hankó Lászlónak régről kedvence a második, a Parás-Sasvári pálya. Gondolta, hogy majd ott beleerősít egy kicsit. Megpróbáltunk gyorsítani, ez ugye a táv közepéig sikerült is, és miután lefordultunk Szuháról Parácsosvárra, lefele a Keskenyre, elment a fék a kocsim. Végig úgy kellett mennem, hogy kanyarok előtt jóval hamarabb rákészülni a kanyarra, felpumpálni a fékpedált. Jobb három lesz. Jobb három lesz rá. Után bal egy, után 30, az jobb egyik három. Bal háromnál egy kicsit később sikerült a pumpa. Húzni kellett egy kéziféket jobb oldalával be az árokba, egyes, és már jöttünk is ki. Nem történt semmi, hál' Istennek, a kocsival, lejöttünk a gyorsról, úgyhogy végig pumpáltam a féket. Azt mondják, a rally az autózás boszorkány konyhája, ahol az új motorok, futóművek tesztelése ad értelmet a rengeteg elköltött pénznek. Ebből a munkából Trencsényi József is kivette a részét. Az Alcatrész fronton egy forradalmian új megoldással ért el átütő sikert. Beforogott tartalék Alcatrész, fa helyettesítve fémről. Ez a szelep, ezt el sikerült egy gyorsaságén egy ilyen fa darabbal bevakolnunk, bedugóznunk, és kötegelővel, illetve bilincsel tudtuk elfolytani ezt a csövet a vakoláshoz. Így tudtunk egy bizonyos turbónyomást megmenteni, tehát ez a szelep jött ki belőle. És ez folytott el azt, hogy a turbónyomás ne szökjön el, egy csökkentett mennyiségű nyomást meg tudtunk így tartani ezzel a faággal, és tudtunk a harmadik gyorsan egy 80-90%-os teljesítményt nyújtani. A Szuhai pálya egyik szakasza egykor Olli esésétől vált hírhetté. Ki tudja, jövőre talán majd Csavoda Elágnak hívják ezt a helyet. Hát ott még kicsit gyorsan érkeztünk, és elmentünk egyenesen, és olyan szerencsésen estünk, hogy ráestünk a súsnyásra, és felfogta az ütést, és igazából a kocsinak nagy baj nincsen, csak nem tudtuk kiszedni az autót, mert egy olyan 10 méter mélyen volt bent a gazba. Ifjabb Rabocsi Tibor egy futam kihagyása után már egy Evo 6-ossal tért vissza. Ennek a súlypont eloszlása igazából versenyutolsóbbnak érzem, tehát mindenképpen nagyobb élvezetet nyújt nekem, aki ugye ráadásul két évig rallikozban versenyeztem is vele, azt bánom, hogy nem ezzel kezdtük el a versenyhivatot. Az első két gyorsági szakaszon volt problémánk, defektünk volt, az egyiknek a közepén, a másiknak a végén is nagyon-nagyon sok időt összeszedtünk, 40 másodperces lemaradás, de a többi gyorságén végig rendre ilyen második, harmadik, negyedik időket tudtunk N-csoportba autózni. Elsődlegesen az lenne a cél, hogy minél többet menjünk, és hogy szokjam a kocsit, de hogyha úgy néz ki, hogy a harmadik helyet meg tudjuk tartani, vagy esetleg fel tudjuk hozni, még ezt nem tudom, akkor azért próbálnánk a dobogóra állni. Magyar Miklós elektromos hiba miatt a harmadik helyről állt ki. Száz a balon emel, és sima jobb átlő, sima bal, majd 30, sima jobb, sima bal, a balon marad. Sima jobb és sima bal, a balon marad, és gyors, jobb 22, a vége szűk, a vége szigorú. És 70, jobb 23, 70, jobb 23-ba szűken maradt, és abból bal 33. Szíj Zsolt első alkalommal ült egy N4-es Mitsubishiben, és még csak kóstolgatta az autót. Csak hogy már az előétel majdnem a torkán akadt. Amikor írtuk a pályát, nem vettük észre, hogy ez egy kicsit eldob. És így nem volt fék, tehát nem tudtunk lelassulni, és így keresztbe értünk úgy a kanyarba, hogy a hátulja az bent ment a bozótba, és az rakta vissza az útra.
egyből átfordított a másik irányba, de szerencsére ott meg egy jobb kettes volt, úgyhogy így egy visszaváltással kiadta. 50, Fékja párom szigorú vágla negyedik, ez Fékes negyedik, bal 2-22, hosszú már ötödik. 150. Angyalfi Károly az első gyorsaságin érezte, hogy valami baj van. Kanyarokban csúszkált az autó hátulja. Kacsi bízott benne, hogy esetleg még neki kell bemelegednie, és nem a futómű hibásodott meg. Egy féktáv után akartam adni gáz egy kanyarba, és ott elkezdett oldalra csúszni az autó, úgyhogy fékeztem, lecsúszunk az út mellé oldalra, nem estünk be sehova, csak az út mellé. Utána viszont nem akartam indulni az autó, ugye mert lefulladt, megszívta magát, elég sokat bennálltunk. Utána onnan el tudtunk jönni, mert elindult, és de tényleg alig tudtunk lejönni, annyira én azt hiszem, hogy a kuplunk csúszik, de utána ugyanaz a gázadás állandóan rángatta a hátulját, és akkor gondoltuk már, hogy féltengely, hát sajnos az a hátsó féltengelyünk eltört. A második pálya végén úgy tűnt, hogy Herzig Norbert kocsija megadja magát, de navigátora Tóth Imre nem adta fel. Veszprémben szerezte meg élete 24. futamgyőzelmét, és most a második helyről nem akart kiállni. A második gyorsasági utolsó pár kilométerben nem volt rendes turbonyomásunk. Az ALS szelep kicsúszott az egyik ilyen, vagy kicsúszott a helyéről, és nem volt rendes turbonyomás. Az idő ennek ellenére meglepően jó lett. Harmadikra meg tudta csinálni az imű, úgyhogy vissza tudta tenni, és hát most remélem, hogy a srácok úrrá lesznek a bajon, és tudjuk rögzíteni a szelepet, mert ha ez nem, akkor nincs rendes nyomás, ezek az autók meghalnak enélkül. Turán Frigyes felírta, hogy a szuhai pályán egy bal kettes kanyar megdobhatja az autót. Mégis becsúszott a hiba. Jobb, 30-ra bal kettő tempót dob, amit lát, majd 50. Bal kettő hosszú, közepétől többet fog meg. Semmi baj. Oké, bal kettő hosszú közepétől tövök, ez jó. Oké. Valahogy nem, igazából nem vettem 100%-osak figyelembe az Orinak a navigációját. Elpattantunk az útról, leérkeztünk egy kicsit az út mellé. Ez ötödikben volt, és nagyon nagy volt a tempó. Belekorrigáltam, és megforogtunk. Az volt a szerencsénk, hogy az úton sikerült megállnunk. Pedig ott nagyon szűk a rész, úgyhogy egy 30 méter csúszhatunk keresztbe, mire megállt az autó. Hál' Istennek minden rendben volt. Turán Frigyes gyorsan kieverte a második pályán történt megforgást. A ceredi gyorsasági közepén azonban citálni kezdett a jobb belső kerék. Jobb hátsó defekt, nem? Jobb kettő szigorú tövő, 30. Eleje szoros a bukkan, bal kettő, 3 szigorúnak. Tudom, mivel nem stimmel szerintem. Igen. Hogy miért történt, vagy mi történt, azt igazából nem tudom. Azt tudjuk, hogy a tőcsavarok, amik tartják a felnit, azok eltörtek. Rajta bal 4-5. Rajta jobb 3 nyílik. Leszakadt a kerék. Elhagytuk a kereket. Álljunk meg! Álljunk a lejjebb. Elhagytuk a kereket. Akkor a nézők hozták utánunk, úgyhogy nagyon köszönöm nekik a sok segítséget, amit kaptunk. Bútor Robertnek a ceredi pálya nem tartozott a kedvencei közé. Azért nem, mert a gumik a táv második felére rendszerint túlmelegedte. Kaptunk a Michelin-től új fejlesztésű gumikat, N22-eseket. A VRC-k ilyennel mennek már régóta, de ebbe a méretben nem volt még. És nagyon-nagyon jó, tehát a gumi a szenzációs. Gondolom ezért tudtunk jelentősen sokat gyorsulni Zagyvaronán az előző évhez képest. Sokkal biztonságosabb, sokkal jobban fordul az autó, és a végéig kitart a gumi. Gyakorlatilag úgy fejlesztették, hogy a V-ben nem lehet gumit melegíteni. Jelen pillanatban itt sem lehetne, de azért itt ezt mindenki csinálja. És az olyan gumi, ami a legelső pillanattól nagyon jó fog, és ilyen 15 km fölötti gyorságikon viszont nem melegszik el. Tehát egy olyan szenzációs keverék, ami gyorsan melegszik föl, és sokáig tudja tartani az üzemi ideális hőfokot. Nagyon-nagyon jó vele menni. A rengetegféle beállításon felül még az egyes pályákra külön-külön is érdemes volt a gátlókat átkalibrálni. Az első gyorsoda picit lekeményítjük, a második-harmadikra megpuhítjuk a gátlókat, úgyhogy tényleg ahhoz képest, hogy a tesztpályánk az ilyen két kanyarból át elég jól sikerült beállítani. Ollé az első pályán még tartotta az iramot a Super 1600-as vetétársakkal, de a szuhai pálya véget vetett a szép reményeknek. És
a második gyorson beesett a fékpedálunk a, nem is tudom, hogy melyik faluba, és ott a tragédia volt, hát nem árokba, hihetetlen volt. Szered fölfort a fékol, és valami levegő került valamelyik részébe, én nem értek hozzá. Szereden végigmentünk, kiállunk, de mondták, hogy próbálj meg végigmenni, végigmentünk, idejöttünk, és itt meg beragadt, összesült valami fékunkahenger, és nem bírtunk kijönni a szervizpadból. 12 percet késtünk, mire meg tudták csinálni, idéglenesen, úgyhogy azt mondták, hogy ne nyújjak a kéziféket, és keveset fékezzek. A reggeli szervízparkban Benikék első lökhárítót cseréltek, és a megkínzott futóművet is újra kellett állítani. A szeredi gyorsasági szakaszon sajnos kaptunk egy defektet, még úgy 6-8 kilométer tehetünk meg defekttel, és hát sajnos az autónak a jobb elejét egy picit szétverte, de nem az volt a jelentős, hanem utána, amikor megálltunk a beíróba, kigyulladt az autó. A fékkora elkezdett lángolni, ami természetesen magától el is aludt, és gyakorlatilag egy fél perces hátrányunk lett így, amire nem számoltunk, és nem így szerettük volna. Nem tudom, hogy elkövettem olyan hibát, amitől ledefektelhetünk volna, annak ellenére, hogy a pályán volt egy-két olyan kritikus szakasz, amitől lehetett akár egy lassú defekt is, és gyakorlatilag hát most így erre nem tudok pontos választ adni. Nem éreztem, hogy odaütöttük volna bárhová is. Aha, abszolút meleg van, igen. Asemrenner Györgynek ebben a kiélezett versenyben szüksége volt minden segítségre. A szervízfarmban folyamatos lelki támogatásban részesítette a szponzoráltal kirendelt két pszichológusnő. Jobb lehetett volna, az nagyon jó minőségű volt. Második, harmadik gyorságon úgy éreztem, hogy egy kicsikét keményen sikerült a futóműnek a beállítása. Ez miatt egy kicsikét bizonytalan voltam, és a biztosra próbáltam menni. Lengéscsillapítón egy kicsikét állítottunk, hát hogyha sikerül javítani, bár ugye itt szervizbe teszt nélkül állítani az eléggé kétséges dolog. Lelki vigaszra Balázs öcsinek lett volna igazán szüksége. Nehezen emésztette meg, hogy a ladát még verseny előtt összetörte. Már az utolsó kanyarokat mentünk, és egy bal kanyarban kicsit túlcsúszott a hátulja, lecsúszott a fűre, és szerencsétlenül kaptunk egy villanyoszlopot, és az három felé tört, és utána még beestünk így tetővel az árokba. Az Attilát be kellett szállítani kórházba, eszméletvesztése lett. Én nekem kisebb zúzódásaim lettek, úgyhogy ezért nem tudtunk most indulni ezen a versenyen. A rivális olajcég sem kívánt lemaradni, és top model fronton bevetették a legcsinosabb hölgyeket. Vizin László három gyorsaságival és egy defekttel a háta mögött az abszolút ötödik helyen várta a folytatást. Borzasztóan olyan ez a keskeny út olyan, hogy mindenki megpróbál patkán menni, amennyire lehet levágjuk, és az előttünk menő autók mindig feldobálják a köveket az útra, és hát elég, hogyha egy ilyen nagyobb kő megcsípi oldalról a gumit, akkor már le lesz. Itt a bal 34! Köves, figyelj oda! Ez az, gyerünk! Motor. Állj meg itt, hogy ne legyünk bent az ívbe. Budapest Rally szindróma áldozatai lettünk, azt hiszem. Szabó Gergő versenyzése mellé a rally történelem egy új kifejezés jegyez majd fel. Ez a BPS, a Budapest Rally szindróma. Tünetei a lelkes kezdés, majd a versenyautón gyorsan elhatalmasodó, kiavíthatatlan hibák felbukkanása. Ez a betegség más autókat is megtámad, de különös sajátossága, hogy Szabó Gergő csapatát hosszú éveke visszamenően Budapesten minden alkalommal leteríti. Voltunk árokban, meg csúszkáltunk, tehát tudod, amikor odaérsz egy kanyarhoz és próbálsz egy féktávot venni, akkor nagyon megijed az ember, amikor csak rálépsz a fékre és gyorsulsz ahelyett, hogy lassulnál. Úgyhogy nem szeretnénk összetörni sem magunkat, sem az autót. Úgy döntöttünk, hogy nem megyünk tovább, mert életveszélyes így menni az autó, és nagyon rossz időket is tudunk menni. Időközben Zsíros Imre kocsija is előkerült a bozótból. Számolták a nézők, hogy 7 darab fán ül az autó. Gyakorlatilag azokat így ketté törtük. A kartervédő elvágta őket, és ott egy ilyen jó 2,5 méter mélyen, fönt ilyen 170 magasban volt a fák tetején az autó. És nagyon ügyesek voltak, kivették a nézők. Az erdei kirándulás költségei csökkentendő, már a kiflivé csavart karosszéri elemek újrahasznosítása is szóba került. De miért szerintek szét? Hát próbáltuk megcsinálni, lából alá sem menni, de nem lehet megcsinálni.
Ezzel mi a terved még? Ezzel elviszem a mélybe. Konkrét. És egy ilyen újonnan mennyi és mennyit összekért a mélybe? Tudom, fogalmam sincs, tizenvalány az a mélybe. Mélybe mennyit összekért? Így? Hát a 40 forintot biztos. De csak hogyha jó, jó helyre visszük. Az alumínium motorháztető érít nagyon sokat. Mert az mennyi, hány kiló? Vagy hát több. 350 kiló. Nem fogalmam sincs, hogy mennyi fel kell. De a titán kartervédő, ez biztos, hogy megtenné a mércének a tetejére a pontot. Zsíros Imre az eredmény kimutatás elkészülte után visszajut a ladába és elporoszkált a méhbe. A Rallymania stábja azóta sem érti, hogyan működhet egy autó hűtő nélkül. Ha önök tudják, a megfejtéseket az info@kanditv.hu e-mail címre küldjék. Az amatőr szakértők között Rallymania videó CD-ket sorsolunk ki. Marsó Kft. Gumiabroncs kereskedelem Felsőfokon. A Rallymania állandó pilótája Bútor Robert, aki eddig 5-ből 5-öt teljesített. Ha itt a Budapest Rallyn győz, akkor természetesen a Super 1006-os kategóriában már magyar bajnok. Ha így lesz, mi történik a további futamokkal, Robi? A tervek szerint a Szardiniában rendezendő világbajnoki futamra szeretnénk kijutni. Ez murvás talajú, és ez nekem mindenképpen közelebb áll a szívemhez, mint az aszfalt. És természetesen a másik előnye az, hogy most rendezik meg először, tehát az amúgy jelentős hátrányunkat egy kismértékben tudjuk azzal csökkenteni, hogy erre a versenyre nevezünk. Bal, kettő levág. Ötven jobb. Mi van? Vége. Leszakadt? Valami. A Mátra útjai lassan olyan hírhedtek lesznek, mint a veszprémi lőtér. Évek óta visszatérő probléma, hogy nagyon nehéz olyan utakat találni, amiket a tulajdonosok odaadnának a versenyzésre. Amikor mi azt mondjuk, hogy aszfalt, akkor egy külföldi bérbeadott autóval minden azt mondja, hogy makadám. Az aszfalt, az egyenes, az olyan, mint a Hungaroring, vagy mint az autópálya. Ezek az utak nagyon göröngyösek, nagyon változatosak, ami a raliba szép viszont, ilyen tempónál óriási károkat okoznak az autóba. Itt egy 150-es tempónál egy ilyen tengely csókányban elkap egy ilyen lukacskát, hogy valamit annak következik, hogy én erre hiszem, ha a futóműgondot nézem, mert motorikusan nem nagyon álltak ki, mert fél tengely, hátsói, de ez az, nem tudom, szóval át kell értékelnünk. Lehet, hogy elkoptak az útjaink, vagy lehet, hogy túl gyorsan mennek a versenyzőink, és ezek az adottságok ahhoz nem megfelelőek. A mátrai erdőgazdasági utak sok helyütt valóban alattomosak. A lengyel páros többször is csak nagy üggyel bajjal tudta összeszedni az autót. Mit néztek? Sportegy még mindig a legjobb. Mit néztek? Próbálunk válogatni valami olyan gumikat, amik itt a bizonytalan időjáráshoz megfelelőbbek, mint amivel eddig mentünk. Hát eddig slickekkel mentünk, ami a szárazon nagyon jó volt, de sajnos itt elég bizonytalan az időjárás, hol leesik az eső, hol nem. És hát a tocsogó vízen az egy korcsolya pálya. Nem tudunk annyit hozni a szárazon, hogy behozzuk a vízen elvesztett időt. És amit a pályafeliráson gyakorlatilag nem derültek ki, ilyen nagyon tempós, sima kanyarok utáni eldobók. Rendkívül keskeny az út, úgyhogy volt egy-kettő olyan, hogy keresztbe érkeztünk le, körülbelül 140-150-es tempóval, és onnan kellett összedegetni a fák között, de megoldottuk. Spitzmüller Csabának szinte már teljesen meggyógyult a keze. Szüksége is lesz rá, mert az év végén nagy és nehéz serleget kell majd átvennie a díjkioszton, ha még néhány pontot sikerül összeautóznia az aszfaltos versenyeken. N kategóriában, N abszolútban, ami nekünk számunkra lényeges és fontos, abba vezetünk. Elég megnyugtató ellenére, egy percen felül vagyunk már, azt hiszem, hogy ilyhez képest, úgyhogy a bajnokság szempontjából nekünk ez a mérvadó és ez a fontos. Hogy volt ez a kaland? Igazából nem tudom én sem megmondani, nagyon soros volt második körre már a pálya, és nem kalkuláltam be elég az, hogy nagyon-nagyon csúszni fog, és leúsztunk az árokba, az átdobott a másikba. 80, jobb három úton, és Bukkamban bal kettő, jobb három úton. Jó, várjál. Jó, jó, várjál. Jó, jó, jó.
Nagyszerű. Menjél. Nagyszerű. Bukkanban, bal kettő tempóból, bal kettő vége fékesből. A két kerék meghajtásoknál gyakorlat, hogy két pótkereket visznek magukkal, és esőben a két meghajtott kereket cseréli. Az ennes autóknál ez nem feltétlenül válik be. Két pótkerékkel annyira megváltozik az autó súlypontja, legalábbis engem ez elég nagyban hátráltat, és én ezért úgy érzem, hogy talán az a szerencsésebb megoldás, ha ezt választjuk, de majd az élet igazol, vagy sem. Spitzmüllerrel nem is az ennes kocsik, hanem Bútor vívott presztízs csatát az abszolút helyezésekért. Sikerült a féket nagyjából megjavítani. Azt hiszem, hogy rájöttünk a hibára. Sajnos a 17 kilométert még az ennek ennyire így sem bírja ki, az utolsó 3 kilométeren folyamatosan pumpálni kell a pedált. De sokkal jobb volt, mint az első körben. Ott már a Suha táblától végig pumpálnom kellett, és az utolsó 7 kilométer nagyon-nagyon veszélyes volt és rosszul sikerült. Az agyvarónak fekszik a legjobban. Nagyon jó időket tudunk rajta menni, ezen meg vagyok lepődve, mert igazából nem tartozik a kedvenc pályáim közé. Eső vagy száraz? Ez itt a nagy kérdés, ezen tanakodunk. Apám még benn vannak a szuhai gyorságin. A sajtós emberünk az fönn van az egyes végén, úgyhogy mindjárt begyűjtjük a jelentéseket és ennek fejében döntünk. Dumizni fogsz út közben? Biztos, hogy kereket kell majd cserélnünk. Szerintem az egyes a száraz lesz, a kettes vízes, úgyhogy közben majd cserélünk valahol kereket. Hajrá, Bútor Robi! Keller egyetlen másodperccel vezetett az ötödik gyorsaságit követően Kakuszi előtt. Jól érzem magam, hogyha nincs gondja a Kakuszinak, azért az meg szokott minket verni. Most egy picivel előtte vagyunk, azt hiszem panaszra nincsen okunk, semmi műszaki problémánk nem volt. Autózunk. Első gumi vagy száraz gumi? Azt hiszem, hogy bekockáztatjuk a szárazat, mert hogyha nem fog végesni az eső, tutira nem bírja ki az intermédia. Hogyha viszont meg leesik, akkor meg nem teljes szakaszon fog esni, az biztos. Kakuszi is nehezen szánta el magát. Tulajdonképpen a dupla úgy szitalésében halogatni lehetett a döntést. A utolsó gyorsan elromlott a kormányszervonk, elfogyt belőle az olaj, egy ilyen kis összeresztésnél szétcsúszott, és elment az egész olaj, úgyhogy ez a szeredi pálya ez picit megviselt. Szűkre, bal hárman szűkre, és jobb három hosszú, és jobb három hosszú. Levág, hátvág, bal kettő, és sima jobb. Hopp. Vigyázzál! Jó, és bal kettő megint, és szűk, és sima jobb, és 50 a bal kettő szűkebb, és még bal három, bal négy. Viszünk két pótkereket, azok intermédiák, és hogyha leesik az eső, akkor azokat fölrakjuk. Bár az a baj, hogy itt a szuhai pálya az itt a kérdéses, ott talán esett az eső, de már föl van száradva, levágok viszont sarvasak, úgyhogy a kigyorsításnál lehet, hogy mégiscsak intermédiát kellene vinni, de viszont lehet, hogy az meg elolvad a végére, azért csak 17 km, úgyhogy féktávokon máshol ott az elef egy hátrány, úgyhogy még gondolkozunk, addig azt majd kitaláljuk, mikor odaérünk. Mint hogyha egy madzagon húznánk egy felhőt magunk fölött, nem is életem. Olé Sándor a vigaszága már esélytelenül rótta a kilométereket. Egyetlen biztató fejleményként a második szervizparkban a szerelők helyreállították a Suzuki fékrendszerét. És azon küzdünk, hogy az autó ne fékezzünk, fordulatban tartsuk, és mindig motorfékkel álljunk meg. Nagyon leizzadunk, fáradtak vagyunk, és nem is tudom, hogy megy ez tovább. Most alakítottak valamit a féken, és mondták, hogy most már próbálhatom használni, de mi van, ha nem? Szóval a fék ez az a rendszer, mintha játszunk, és azt mondják, hogy ez mégse volt jó, akkor beestünk. Miki Ernő a kamerát meglátva kicsit cukkolta a versenyzőket. Már lehet, hogy csak a nézők kedvéért bíztatta a sofőröket a kockázatosabb slickgumi bevállalására. Te bevállalnád slickkel, Ernő? Én természetesen. Soha életemben nem vezettem rally autót, meg nem is fogok. Persze. De nem jó. Nem jó. Nem egészséges. Nem egészséges. Az jó, hogyha egy verseny, ha vizes, akkor végig vizes legyen. Szóval ez azért nehéz, mert nagyon szoros a mezőny, nagyon éles a küzdelem, és itt a gumiválasztás, ez is hozzátartodik. Itt az a csapat a jobb, akinek sok embere van kinn a pályán, de ők is bizonytalan jelentéseket tudnak adni. Hol esik, hol csöpök, megmarad, nem marad. Én azt mondom azért, hogy menjünk tökösek, vállaljuk be, de azért óvatosan, hogy baleset ne legyen. Spitzmüller egyetlen ellenfele az N-csoportban Balázs Vilmos lehetett volna. Csak hogy 6 szakasz alatt több mint 1 perc hátrányt halmoztak fel. N-csoport másikak vagyunk most a jelen pillanat, meg abszolút 9-ek. Én úgy gondolom, ez egy jó eredmény. Ugyan a Spici nagyon elment megint, ahogy szokott, de hát szerintem nem rossz ez így egyelőre.
megvágtuk egy picit a slickeknek a szélét, aztán meglátjuk majd, hogy mit mutat az időjárás. A Suha mindenképpen nekem az olyan igazi rally pálya, az egynyomsávos. Az nekem szimpatikusabb, mint ezek a nagyon ilyen szerpentines hegyi versenyszerűségek. Ez nekem valahogy nem. Vagy nem találom az íveket el normálisan, vagy nem tudom, de ezen sokat kapok nagyon. Már a hatodik gyorsaságén is többen esőben teljesítették a táv egy részét. A pályák teljesen kiszámíthatatlanokká váltak, hol az egyik, hol a másik pályán eredt el az eső, és mindenki tanástalanul nézte az eget. Akkor intermédia. Jó? Tegyük fel az intermédiát, mert az alma... Lehet szerencsét, én azt mondom, lehet szerencsét. Földetek, lehet márkodni. Szeretnél nagyon komoly esőben keveredtünk, és a utolsó másfél kilométert esőben jöttünk le, és hát ugye a többiekhez képest, akik ugye szárazon mentek, így hátrányba kerültünk, viszont még hátrányba kerültek azok, akik mögöttünk jöttünk, úgyhogy végül is szerencsétlenségben, hogy végül le tudtuk hozni ugye az autót, hogy sérülésmentes lehet. Mindenképpen Michelin, tehát a Michelin az, amit használunk és szponzorunk is, és elsősorban az a cél, hogy ezeknek a legjobb keverékét próbáljuk megtalálni. Valószínűleg TIA-s esőgumival fogunk menni, hogyha esik az eső, most N22-es abroncsal megyünk, úgyhogy egy furcsa érzésem volt, hiszen az első után nagyon-nagyon meghűlt a gumi, és most újra felmelegedett, és érdekes módon egy picit jobban táncolt most az autó. Videózik a tehó. Nagyon gondolkodok rajta, most van nagy tét, hiszen harmadik helyen állunk, és 4,6 másodperccel vannak mögöttünk, úgyhogy nem tudom most mi lesz. Most vagy nagyon beleválasztunk, vagy elrontjuk az egészet, a slicket választunk, de hát ezzel is el tudjuk rontani, mert hogyha viszont száraz marad az idő, akkor nagyon sokat kaphatunk. Rabócsi korábbi vetétársa, Fischer Dániel ezen a versenyen csak távolból figyelhette az N-es élmezőny harcát. Az első gyorsaságin sikeresen szétment a turbunk. Végigjöttünk úgy három gyorsaság, itt szóval kettő is felett. És a szerelők iszonyatos melóval, de meg tudták oldani, és kicserélték 20 perc alatt a turbót. Ezért külön köszönet nekik. Én inkább intermédiát rakunk fel, mert most ugye már ilyen helyezésre nincs, viszont gyakorlás az nagyon jó lesne. És most, hogyha felrakjuk a slickeket, és leesik az eső, akkor lehet, hogy beesünk valahova, és az még nem kéne. Intermédiával biztosabb. Fischerhez hasonlóan Ázsott Szabolcs is már inkább a versenykilométerekért, mint a pontokért hajtotta a Mitsubishit. Hol lehet ekkora konzervnyitót kapni? Hát el kell menni a utolsó gyorsaságra, ami most volt nekünk, és jól le kell küldeni. Sajnos az a baj, hogy már az első, épp hogy elrajtottunk, első kilométerre kaptuk a defektet. És onnantól kezdve végig szakadtak le a dolgok az autókról. Hát elég jó helyen voltunk, de most kicsit visszaestünk, de hát azért megyünk tovább, megpróbáljuk, hogy hát, ha még tudunk előre férkőzni. Hát nem lassú defekt, tehát ez csak szétrobbant a gumi. Valószínűleg egy kő szétvághatta. Úgyhogy onnantól kezdve végig, majdnem, hogy három gumival mentünk végig. Ázsott kocsijának lefoszlott darabjai között Gerencsér Tibor próbált utat találni. Cereden Mitsubishi alkatrészekből volt fölrakva egy külön szlalom. Az előttem induló Ázsottéknak a alkatrészei voltak az úton. Először egy gumidarab, aztán egy ablakmosótartály, egy lökhárító darab, aztán egy index. Hát ezeket szépen lassan úgy ledolgoztuk aztán. A végére vártad, hogy jól találod meg őket, gondolom. Hát tulajdonképpen vártuk azt, hogy az autó is ott van valahol, mert annyi első spoilernek a darabjai, meg minden ott van szanaszét. Gondoltuk, hogy megcsúszott, egy gyors részen volt, de autó nem volt sehol, és egy kilométer után utolértük, akkor láttuk, hogy mi a bal első defektje volt, és az dolgozta meg az autót. Az A7-ben Tárnok Tamás Budapesten gyakorlatilag ellenfél nélkül maradt, mivel Pálinkás nem indult el. Így a bajnoki címért már csak célba kellett vinni a Renault Megane-t. Most abszolút próbálunk följebb lépkedni, de ilyen 11-2. Helyen vagyunk, úgyhogy nem biztos, hogy meg lesz a 10. hely. Próbálkozunk most, nagyon jönnek az esőfelhők. Fönhagytuk a száraz gumit, úgyhogy bevállaljuk.
Menny a saját bevallása szerint életében nem előzött ennyit, mint a Budapest Rallyn. Volt olyan gyorsaság, ahol három autót is ki kellett kerülni, ami a szűk pályákon nem is volt egyszerű feladat. Olyan nagyon sokat nem veszítettünk ez miatt. Hát egyelőre a második helyen állunk, a Takácsi Pali bácsival nehezen bírunk, de még van egy kör, hát nagyon kíváncsian várjuk. Most slick gumival megyünk, az előbb esett az eső, azt mondják most is esik, kicsit merész választás, de én azt gondolom, hogy ez be fog jönni. Az agyvarónán a fékünk az elmelegszik, most raktunk bele megint újat, de annyira nem veszélyes, az is inkább csak a gyorsasági végére. Takácsi Pál sem mutatkozott ezen a versenyen. Ráadásul egy apró részsikert is elkönyvelhetett a szombati napon. A hangversenyt biztos, hogy mi nyertük Cereden, mert olyan hangos volt az autó. Kipufogunk, szana széjjel esett, most itt hegesztették, ezért külön köszönet a K-Speed teamnek, mert annyira profin megcsinálták. Itt a Mátra-Almási gyorsasági jégesőben rajtoltunk, aztán egy kilométer múlva csontszáraz volt, aztán 12 kilométer múlva megint tiszta takony volt az út, ott ki is csúsztunk egy helyen, persze egy lélek nem volt, úgyhogy, de visszajöttünk, csak fél percet ott időztünk. Ábrahám Zoltán autóján több futamnyi szerelés után végre jól fogott a fék, csak a váltóból tűnt el a kettes fokozat. Az utolsó körre azért még a száraz gumikat is bevállalták. Slickkel megyünk, mert hogyha nem fog esni Cereden az eső, az rögtön leeszi az esőgumit, hogyha száraz lesz, úgyhogy nem rakjuk föl, inkább a vizesen megyünk a slickkel. Gondának Veszprémben Nisztlikre törött a váltója, ami nem csak a verseny feladását, de tetemes anyagi kárt is okozott. A salgótarjáni gyűjtőben már joggal volt vidám, hiszen vezették az A5 kategóriát. Ülőgér a szád! Igen, vezetjük a kategóriát, nem tudom mennyivel, de egy perc fölött. Most egy kicsit ugye az utolsó két gyors az érdekes volt, mert slickkel mentünk a vízen meg a sáron. Hát Cered aztán tükrös, tiszta, tükrös aszfalt. Megoldottuk, most következőre felrakunk TA00-t. Muszáj célba érni és pontot szerezni. Az N3-ban Hadik András és Holzer Dániel csatáztak egymással. Négy gyorsasági alatt két-két szakasz nyert meg mind a két páros. Megállt az AC, vagy kifogyott a benzin, vagy van valami olyan elektronos problémánk, amivel nem tudtunk megbírkozni mindez idáig. Aztán most az ötödik gyors közepén egyszer csak megállt az autó, se kép, se hang, majd egy rejtélyes oknál fogva 20 perc múlva elindult. De hát 20 perc az 20 perc, ez nagyon súlyos hátrány, főleg egy ilyen Európa Kupa futamon, úgyhogy amellett döntöttünk, hogy kiálltunk, most teletankoltuk az autót, jöttünk 50 km-t etapon, semmi baja, nem tudom. Az N2-es Gáldi Péter is vágoszlikkel indult az utolsó körre. Gondolta, ha már a nap elejét túlélték száraz gumival, az utolsó három gyorsat is kibírják esőgumi nélkül. Nagyon kiszámíthatatlanak a pályák, és helyenként esik az eső, helyenként nem, tehát gyorsaságin belül is több váltás van. Ezeket próbáljuk leküzdeni, jelenleg a kategória 6. helyén állunk. Mi próbáljuk beosztani az autót is, hogy végigbírjuk menni ezen a versenyen. Hodula a hátcsoportban három gyorsaságit nyert a délelőtti 6 pályából. Nyugodt mégse lehetett, mert a hengerfej a végét járta. Az első kör utolsó gyorsaságján észrevettük, hogy hengerfejes az autó. Nem javítottuk meg, mert nagyon picit dolgozik bele. Így a második kört lenyomtuk, stagnál a dolog, 5 liter vízzel megúsztuk ezt a három gyorsot, és úgy döntöttem, hogy most se fogunk hozzányúlni, mert félünk tőle, hogy ha esetleg valami beletörik, valami csavar beleszakad, akkor ez a 20 perc akkor kevés lesz. Amúgy egyébként elég lenne. A harmadik helyen autózunk, az Osváth Peti vezet 1,valamennyivel, mi pedig a Matics mögött vagyunk 18-al, de hát hosszú lesz ez a kör még, úgyhogy mindenféleképpen harcba szállunk. Sima bal nagy tőből, sima jobb picitő, sima jobb picitő, 100-ra úthiba. Telefonálgatunk fel ismerőseknek a gyorsokra, hogy mennyire nedvesek a pályák, és az utolsó percig várni fogunk, hogy most intermédiával megyünk, vagy szárazzal. Osváth szerelője egész délelőtt egy rejtett elektromos hiba után kutattak a Lada belsejében. Igaz véletlenül, de még időben megtalálták a hiba forrását. Elszakadt egy vezeték, és nem találtuk meg idáig, úgyhogy cseréltünk generátort, felszabályozott mindent, úgyhogy és most megtaláltuk a hibát, úgyhogy remélem, hogy most tökéletes lesz az autó, és akkor meg lesz. Honnan szakadt le ez a vezeték? Letestelt? A generátorról, de úgy szakadt le, hogy nem lehetett látni, mert ugye le volt szigetelve, és a szigetelés alatt szakadt el. Egy véletlen mozdulattal lett, csak rájöve, hogy mi a probléma.
Maticsnak az első körben a kihangosító meghibásodásán kívül más baja nem akadt. Most szeretett volna még nagyobb előnyt kicsikarni Osváték előtt, de ezt egy lassító bánta. A második körben viszont az első Mátra keresztesen megütöttem egy lassítónál a futóművemet. Elég jól szétállt, és így kellett még lemennünk, meg a következő gyorsan is. Hogy történt el? Mert hol a féktál volt? Nem mértem el semmit, csak már egyszerűen annyira gyorsan akarok átmenni a lassítón, hogy nem fért bele már. És neki mentem a guminek. Üdvözlöm az urakat, tartalék alkatrész megvan. Visszük a múzeumba. Hogy sikerült? Hát nem vagyok túl boldog, megmondom őszintén. Lecsúsztunk egy ötödik helyre. Kaptam egy defektet, és úgy mérlegeltünk a kabinba, hogy kicseréljük a pályán, tehát nem jövünk ki vele, mert túl nagy károkat okozott volna. Hát anyagi szempontból szerintem biztos jól döntöttünk, kb. Egy perccel voltunk így lassabbak, mint hogyha kijövünk felni, de akkor jelentős akár. Turi Tamás a negyedik gyorsasági végéig apránként növelte az előnyét, de az ötödik szakaszon egy perces hátránnyal értek célba. Szervizparkból kimentem a negyedik gyorsra, a rajtnál eltört a kardán kereszt, és annyira rezonált a hátulja, már ott ki akartam állni, mert nem tudtam, hogy mi a probléma. És átmentünk igazán, sokat nem veszítettünk ott, de ott felemeltük Pistivel, és láttam, hogy a kardán kereszt el van törve. Azt hittem, hogy féltengely vagy valami, mert annyira rezonált hátulja, hogy egyszerűen a szememet bántotta, nem láttam semmit már. Herzig hirtelen került nagy különbséggel az érre. Egyetlen dologtól tartott már csak igazán, hogy a három hosszú gyorsaságit esetleg a gumik nem bírják ki. Nagyon-nagyon jól szuperálnak a Michelin gumik, sikerült a nyomásokat is nagyon jól beállítanunk, úgyhogy meglepően fel tudtuk spórolni a gumit a harmadik gyors végére, attól tartottunk egy picit, hogy az agyvaron a végére egy kicsit el fog fogyni, mert azért kicsit többet kellett most menni a gyorsági kilométert ezekkel a gumikkal, egy garnitúrával, de jól bírta nagyon, és jó, ott már jó is volt az idő, úgyhogy meg vagyok lepődve az eredményen, és nem számítottam erre még titkon sem. Slip vagy intermédia gumi? Esni fog vagy nem? Minden kérdés háttérbe szorult ehhez a döntéshez képest az utolsó nagy csata előtt. Most, aki nyerni akart, annak szerencsére is szüksége volt. És jobb, és bal hosszú. Menjünk tovább, defekt. Kiállunk, defektünk van. Tessék. Baj van. Kész, vége. Nem, nincs vége. Vége van, nincs kerék. A harmadik körre mindenki eldöntötte, hogy milyen gumit tesz fel. Végül a pályák egy része száraz maradt, így aki slicket tett fel, az sem csúszott vissza nagyon sokat. Lévai Ferencnek a bátor választás épp a dobogós helyébe került. Se baj, végre célba tudtak érkezni, és idén nekik már ez is nagy eredménynek számított. Vince István bosszúsága viszont megduplázódott, amikor megtudta, hogy a 9-es pályát a mezőny második felének törölték. A végig csak a közönségnek csapató ladás, ugyanis a 8., tehát így az utolsó szakasz végén esett ki hajtás problémák miatt. Az M2-ben Zsolt Dániel lett a leggyorsabb. Szabó Árpád az utolsó gyorsaságén csúszott le a dobogóról. A pókembernek jól jött volna egy-két tapadó korong a csúszós pályákra. Elég nehéz volt a vége. A végén mentünk a mezőnynek, és mindig pont úgy kaptuk el, hogy az eső az mindig a gyorsokon lepett meg, és az utolsó gyorsan elég szépen leosztottak, a negyedik helyünkkel is úszott. Még intermédiában mentek föl a kategóriába, azok nagyon jól jártak, mi aszfaltgumival voltunk fönn, úgyhogy ott elég szépen kaptunk. Egy-két megforgás, árokjárás, ilyesmi volt, hát másfélig nem ültünk autóba, teljesen új az autó építése. Tavaly ugye Fehérváron fölborultunk, azt összecsuktuk azt a vasat, úgyhogy ez most egy teljesen új autó. Kicsit én is be vagyok rozsdásodva, elszoktunk egy kicsit a dolgoktól, de hát itt vagyunk, megyünk, remélünk célba érünk. Mit csináltam? Hát itt a félső volt meg a lengőkar. Kapott egy kicsit. Ifjabb Ranga László annyival tett még rá Szabóék mutatványára, hogy ő a kanyarok előtt még lassítani sem nagyon tudta a Suzuki. Gumi problémáink voltak, szinte mindenkinek leesett az eső, slickkel mentünk, tehát szárazra való gumival, és ez kicsit felkavarta a dolgokat, tehát rengeteget kaptunk, és az utolsó két gyorságon pedig fék nélkül jöttünk,
úgyhogy az még érdekes volt vízen, ez jó volt. Zambelli György egy Suzuki-ból szállt át az A8-as Mitsubishibe. A koncepció azonban nem változott. Zambelli továbbra is örömautózni jár a versenypályákra, nem csak a pontokért. Az utolsó előtti gyorsan, ott Magyarországomnál, ott rámentem egy kör a jobb első kerékkel, és a jobb gátlótorony kiszakadt. És hát úgy jöttünk az utolsó gyorsan, hogy gyakorlatilag nem volt jobb első rengéscsillapítónk, csak úgy benne ült, a kocsi súlya tartotta benne a helyén. Jobb oldalon erről nem volt lengéscsillapítás, és féltünk, hogy bárhol, ahol nagyot ugrunk, ott megint kiesik lefelé a lengéscsillapító a helyéről, a gumiágyból, és nem tudjuk folytatni a versenyt. Fischer Dánielnek, bár az esélytelenek nyugalmával rótta az utolsó kilométereket, mégis sikerült majdnem felborítani a Mitsubishi. Felraktam harmadikba a jobb háromba, leúszott a hátulja, leért az árokba, álltam a gázon, hogy hátra még kihúzza, de hát már nem volt arra lehetőség, megakadt a hátulja, behúzta az elejét, és az elejével így átpucskázott az autó. Gerencsér Tibor időközben pótolni tudta a felső lengőkar elveszített csavarját. És szerencsére a harmadik körre jó beleválasztottunk a gumiba. Úgy látszik, öreg motoros vagyok, ezt térdeimen éreztem, hogy esni fog. És hát egy intermédiát raktunk föl, ami első gyorsaságén egy mínusz 5 másodpercet jelentett. A másodikon, a harmadikon viszont pluszba tudtunk hozni egy olyan 20-20 másodpercet. Gerencsért a másik Mitsubishi is, Martin László előzte meg. Végig beosztotta az autót, mert minden áron célba akart érni a rengeteg kiesést követően. Technikai gondok miatt nagyon sokszor kiállni kényszerültünk, és most szerettünk volna nagyon-nagyon, vagy szeretnénk nagyon célba érni. Az utolsó gyorsan az Agyvarónán, ott hát leszakadt az eső, beraktunk tartalékba két ilyen intermédia gumiabroncsot, és szakadó esőbe 6 perc alatt kicseréltük a navigátorommal, és elő volt intermédia gumink, és viszonylag biztonságosan tudtunk lejönni. Ez szerencse volt. Ifjabb Rabócsi döntése bevált az intermédia gumival, de egy lengőkartörés miatt az utolsó pillanatban lecsúszott az ennes dobogóról. Nagyon-nagyon szorosan voltunk a székkal, és hát tulajdonképpen az utolsó gyorsági szakaszom, mivel a lengőkarunk eltört, így tulajdonképpen annak is örültünk, hogy le tudtunk jönni, féltünk, hogy kiszakad a bal hátsó futómű, és itt tulajdonképpen egy másodperccel lecsúsztunk a dobogóról. Ugye volt egy defektünk is az első gyorson, de én úgy gondolom mindenképpen elégedettek lehetünk, és nagyon jó irányban halad a dolog. Az autó is nagyon rendben volt, úgyhogy a csapat is nagyon jó munkát végzett, úgyhogy jó irányban haladunk. Jobb egy, 50, jobb egy után 30, sima bal, és az 50 végén nagy fék, mert jön a sima balba, jobb három levág belül oszlop, figyelsz, mert fényes az aszfalt. Jó, tolod innen, tolod, gyerünk, 150 emel. Szíj Zsolt, mire az utolsó körhöz érkezett, rájött, hogy az N abszolút értékelésben akár még dobogós helyre is lehetne esélye. Az utolsó az volt vicces, amikor elsőbe jöttünk le, akkor volt egy-két olyan mozdulat, amikor az autó magától megindult bizonyos irányokba, de azért sikerült megfognunk, és szerencsére lekopogom, nagyobb gond nélkül célba értünk. És abból egy... a bal 3, jobb 24, jobb 24, és abból a bal 3. Az A7-ben Menya kiesésével Rádli József is egy helyet ugrott előre. Persze csak képletesen, hiszen a lábáról csak közvetlenül a verseny előtt vették le a járógipszet az Achilles-ín műtét után. Nem sikerült a gumiválasztás, de szerintem nagyon kevés pilótának sikerült. Az utolsó gyorsasági szakadó esőben azt nem kívánom még egyszer, az nagyon rossz volt, slick gumivá lejönni. Hát átvészeltük azóta. Főleg a pályának a vége felé nagyon sok a visszafordított kanyar és nagyon sok vízátfolyás volt, és mindenhova kilincsel érkeztünk, szóval nem éreztem túl jól magam. Kern Nándort a nap végén kárpótolta a sors az egész napos bajlódásért az elgyengült motorral. Eléggé a kategória végén kullogtunk itt, nem igazán van erő az autóba, aztán egy szerencsés gumiválasztással előreléptünk 3 helyet az utolsó gyorson. Mi vízgumit tettünk fel, amikor még nem esett az eső, aztán az utolsó gyorson már az etap is olyan volt, hogy alig lehetett odaérni.
úgyhogy ott egy percet vertünk a többiekre. Kernéknek külön technikájuk van a rendszeresen meghibásodó váltó megjavítására, akár verseny közben is. Hát ki kell szedni az egyik reteszelő kis golyót, be kell nyúlni csavarhúzóval, mozgatni kell az autót előre, hátra is a kapcsoló villát vissza kell okozni. Az A5-ben Gonda kiesését követően Fehér László Ladával nyerte a kategóriát, az N3-ban Hadik András volt a leggyorsabb. Az A7-ben Ábrahám Zoltánnal minden rossz megtörtént, amit előtte el sem tudott volna képzelni. Mégis a sok viszontagság után elégedetten gurult be a célba. Hú, hát ez a esős szelet, ez rémálom volt, főleg úgy, hogy ki van szerelve a ventilátorunk, a belső ventilátor a kocsiból. Rögtön a rajtnál telenyomta párával az ablakot. A navigátorom egy ilyen hosszú rúdra felszerelt rongyal törögette nekem az ablakot, közben olvasott. Ez a plusz még a slick gumi, úgyhogy ez rémálom volt, de sikerült a harmadik helyre feljönnünk, úgyhogy ez nagyon örülök ennek. Kettő, nagyon hű, utána 50, bal 11, bal 11, hű, utána 150, a vége bukkan, utána bukkan után 30, bal 22, nagyon hű, 22, nagyon hű, és 50, vége felkiált, bukkan van a jobb egy... Bútor Robert az utolsó gyorsasági már nem szeretett volna mást, csak nyugodtan végigmenni a pályán, és hazavinni a bajnoki serleget. Ehhez képest... Az utolsó gyorsági ugye mindenkit megtréfált, hiszen Slick-kel érkeztünk oda, és leszakadt egy óriási eső. A két pótkerekünk az intermédia volt, tehát azt fel tudtuk előre tenni, de nem volt kivágva, tehát abszolút nem vezett el a vizet, és hát elég kaotikus volt, hogy zagyvoronán átjutottunk. Nem voltam, hogy megállt minden ékerék, és állókerékkel csúsztunk az úton össze-vissza, meg állóhelybe hatodikig föl lehetett váltani, és pörgött a kerék, szóval az tapadásnak hűlt helyesen volt. Mikor megláttam a célt, azért mindenképpen felcsillant a szemem, és nagyon boldog voltam, hogy sikerült átkelni rajta. Az A8-as dobogós helyekért folyó harcban Botka Dávid defektet kapott. Így Hankó Lászlónak nem kellett különösebben sietnie. Nem is tudott volna, mert a slick gumival az utolsó gyorsaságén lejönni amúgy is kész mutatványnak bizonyult. Úgy láttuk, hogy elrajtott Túri Tomi, az egyenesben majdnem felborult a kocséval az első kanyarig. Állt, összefüggő víz állt az úton, úgyhogy navigátorom azt mondta, hogy talán otthon a gumishoz gyorsabban szoktam menni, mint ahogy itt most ezen a gyorsan átmentünk, de igazából nem volt értelme kockáztatni. Hol lőtted? Tükröm, mondd meg nékem, segítek nekik, hát kaptak egy defektet, a tükör meg elszáll. De most megoldjuk. Te gyűjted a tükröket? Hát valakinek azt is kell. A végső összesítésben Bútor az N-es autók közül a második helyezett Balázs Vilmost le tudta adni, de Spitzmüllert nem. Az utolsó körben az élmezőny korábbi állása is felborult. Benik Balázs dupla defekttel ért le Zagyvaronára, az abszolút hatodik helyen. Olyan ártatlan defekteket kaptunk, amit fogalmam sincs, hogy hol. Főleg most az utolsó körben, hiszen az autó gyakorlatilag nem volt fölkapcsolva teljes turbonyomásra, hiszen egy ilyen esős programon jöttünk az autóval, nem adta le a teljes teljesítményét 100%-osan, és próbáltunk tényleg csak leérni a célba, semmi más csinálni, csak az, hogy beérjünk a célba, és egyszerre két defektünk lett. Benny Kelly és Spitzmüller került az abszolút ötödik helyre. A két hátralévő versenyen mindössze egyetlen pontot kell szereznie az újabb N-es bajnoki címhez. Abszolút negyedikként Vizin László ért célba. Úgy látszik, hogy aszfalton egy kicsit jobban megy nekünk is a versenyzés, meg talán az autó is jobb aszfalton, mint murvás körülmények között. Bevállaltuk a slicket az utolsó körre is, mert úgy gondoltuk, ha csak nedves az út, akkor azért még a slick gumi talán jó lesz. Ha pedig száraz, és tudtuk azt, hogy főleg Zagyvaronára igaz ez, hogyha ha száraz körülmények között kell átjönni rajta, akkor a lágy gumik és ezek a intermédia gumik rettenetesen elmelegeszenek rajta, és az nagyon sok időveszteséggel jár. Most végül aztán úgy alakult az időjárás, hogy pont azon volt a legnagyobb eső, de hát ez benne van a pakliban. Túri Skodáját az utolsó körre megjavították, de a hátrány már tetemessé vált. Egy teljes perc. Megvett javítva, és utána a következő körben azt hiszem, hogy mind a három gyorsaságit sikerült megnyernünk, úgy, mint az elsőben. Szívesebben álltam volna fel a dobogó legtetejére, de hát mondom, hogy az év végén ez is jó lesz nekünk. Asi slick gumit tett fel a befejező körre.
Az első két pályán még át is evickélt velük, de a Ceredi pálya elejét elborította a víz. A Cerednek az eleje nagyon-nagyon vizes volt, ott az első kanyarban voltak ilyen pillanat, amikor úgy éreztem, hogy be se tudok kanyarodni. Ezt onnantól kezdve csak arra mentem, hogy a célvonalat meglássuk. Köszönet a szervizcsapatnak, ismét nagyon jó autót álltottak össze nekünk. Ezt tudni kell, hogy a teszt után még váltó csere volt, tifi csere, csapágy, a kardán csapágyt elkezdve minden megszólalt a teszten, de úgy összebírták állítani az autót, hogy jól működött az egész verseny folyamán. És jobb három közepétől tempó, bal egy és bal egyes, 20 jobb kettő tempó dob, 10 sima bal hosszú, 20 kis végtáv, sima bal dobál, jobb kettő fékes fűszéle, 80, végtáv jobb négy úton közé... Herceg már biztos győztesként rajtolhatott volna az utolsó pályán. Biztos győztest azonban raliban csak a dobogón avatnak. Addig bármi megtörténhet. Hú, ez utolsó gyorság egy lidérc nyomás volt, azt hiszem. Kiemeltük az eget, elvittünk magunkkal az utolsó három gyorságra, elvittünk magunkkal kettő darab vizes gumit is. Az első kettő az jól sikerült, mert ott jó volt még a slick gumi a száraz aszfaltra. Az utolsó gyorságra leszakadt az ég alja, és megpróbáltuk átcserélni a rajtba. Hát nagyon nagy kapkodás lett belőle, odáig jutott, hogy a jobb első kereket ki tudtuk cserélni vizes gumira, viszont a többit nem, vagyis a másik elsőt tudtuk volna még. Úgyhogy így nekivágtunk, hát én még sosem éreztem ilyet, volt olyan, hogy egyenesben olyan 140 km per órán egyszer keresztbe állt az autó az úton, olyan vízátfolyások voltak. Én azt hiszem, hogy a Jóistennek elég nagy szerepe van abban, hogy mi most itt vagyunk, mert olyan kikopott aszfalt volt megázva, vagy esővel áztatva, hogy olyan volt, mint a szappan. Nagyon-nagyon örülök, mert én eddig nagyon-nagyon féltem a vízen, és most azt hiszem nagyon hajtott az, hogy az első helyen állunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy be tudtuk fejezni. Ennyi fért a mai Rallymániába, remélem kellemesen szórakoztak. Ne felejtsék el, szűk egy hónap múlva Pécsre látogat a Rally mezőnye. Természetesen minden kanyarban, minden gyorsaságin ott leszünk mi is kameráinkkal. A viszontlátásra!